Jens Stoltenberg, a NATO hétfőn leköszönt főtitkára úgy véli, hogy a szövetség tagjainak nem szabad lemondaniuk a katonai segélyek szállításáról Ukrajnának Vlagyimir Putyin meggondolatlan nukleáris retorikája miatt. Számodva Evropejská pravda Stoltenberg a Reuters ügynökségnek adott interjújára hivatkozva. Stoltenberg Putyin múlt heti kijelentésére reagált, miszerint Oroszország nukleáris fegyvert vethet be, ha területét nagy hatótávolságú rakéták érik. Amit hallottunk, az a meggondolatlan orosz nukleáris retorika és közlemények sablonja. Stoltenberg emlékeztetett arra, hogy minden alkalommal, amikor a NATO új típusú fegyverekkel, harckocsikkal, nagy hatótávolságú rendszerekkel vagy F-16-os vadászgépekkel erősítette Ukrajna támogatását, az oroszok megpróbáltak megakadályozni minket. Nem jártak sikerrel, és ez a legutóbbi példa sem akadályozhatja meg a NATO szövetségeseket abban, hogy támogassák Ukrajnát, tette hozzá az egykori főtitkár. Ukrajna megszállt területein a két évvel ezelőtt megtartott illegális népszavazások kapcsán a G7 külügyminiszterei megerősítették, hogy soha nem fogják elismerni az ukrán régiók Oroszország általi annektálását. Számolt be a Evropejská pravda a G7-ek elnök kiposztját betöltő Olaszország külügyminisztériumának nyilatkozatára hivatkozva. Olaszország, Kanada, Németország, Japán, az Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok, Franciaország és Japán külügyminiszterei az EU főképviselőjével közösen hangsúlyozták, megingathatatlanul támogatják Ukrajnát és az ország területi egységét, szuverenitását, valamint függetlenségét. Soha nem fogunk belenyugodni az Oroszország által Ukrajna és népe ellen elkövetett nemzetközi jogsértésekbe, és továbbra is a lehető leghatározottabban el fogjuk ítélni Oroszország illegális agresszióját, az emberi jogok megsértését, Ukrajna ideiglenesen megszállt területein, valamint a folytatódó brutális támadásokat, amelyek tönkreteszik a polgári, kritikus és városi infrastruktúrát, áll a közleményben. A külügyminiszterek felszólították Oroszországot az ENSZ alapokmányának végrehajtására, és ígéretet tettek Ukrajna politikai, katonai, pénzügyi, gazdasági és humanitárius támogatásának folytatását illetően. Ez az agresszív háború akár most is véget érhet, ha Oroszország azonnal, teljesen és feltétel nélkül kivonja csapatait Ukrajna egész területéről, és helyreállnak az ország nemzetközileg elismert határai, hangsúlyozták a G7-ek külügyi vezetői. Mark Rutte, miután átvette megbízatását Jens Stoltenbergtől, a NATO székházban tartott első főtitkári sajtótájékoztatóján közölte, a független és demokratikus Ukrajna az európai béke és stabilitás sarokköve. Ukrajna támogatásának költsége sokkal-sokkal alacsonyabb, mint annak a költsége, amennyibe Vlagyimir Putyin orosz elnök győzelme kerülne, ezért Ukrajna folytatódó támogatása a helyes lépés. Egyben befektetés a katonai szövetségbe. Biztonságába, hívta fel a figyelmet. Mindent meg fogok tenni azért, hogy közelebb hozzuk Ukrajnát a NATO-hoz, tette hozzá a szövetség főtitkára. Zorán Milanović horvát elnök nem adta beleegyezését ahhoz, hogy Horvátország katonákat küldjön a NATO Ukrajnát támogató missziójába. Az államfő kedden a Facebook oldalán közzétett videóban elmondta, az Ukrajna elleni orosz agresszió elfogadhatatlan és sérti a nemzetközi jogot, amelyet mindenkinek el kell ítélnie. Horvátországnak pedig minden lehetséges humanitárius segélyt meg kell adnia a háborúban álló országnak. Ugyanakkor megjegyezte, bár Ukrajna hatalmas katonai segélyt kap, a háború vége nem látszik, viszont fennáll a veszélye annak, hogy átterjed Ukrajna határain túlra. Hozzátette, éppen ezért nem járult hozzá ahhoz a döntéshez, hogy a horvát fegyveres erők tagjai részt vegyenek a NATO által Ukrajna biztonságához és a katonák kiképzéséhez nyújtott segítségben. Elsősorban a horvát érdekek védelme miatt és annak érdekében, hogy megvédje az országot egy esetleges háborús konfliktustól.
Ukrajna jelentős mennyiségben gyárt tűzérségi rendszereket és páncélozott járműveket. A háborús övezetben alkalmazott minden második lőszert Ukrajnában gyártották. A hazai fegyvergyártás 2023-ban megháromszorozódott, jelentette be Denis Mihály miniszterelnök a kormányülésen. Számolt be a miniszteri kabinet sajtószolgálata október 1-én. Nap mint nap azon dolgozunk partnereinkkel, hogy növeljük a fegyverszállítást és erősítsük saját védelmi és ipari komplexumunk fejlesztését. 2023-ban Ukrajnában megháromszorozódott a fegyvergyártás, jelentette be a kormányfő. Közös termelést hozunk létre partnereinkkel, valamint forrásokat vonunk be a partnerektől ukrán fegyverek vásárlására Ukrajna számára. Minden időben a frontra szállított lövedék, minden drón, minden tűzérségi egység honvédjeink erejének növelését, életük megőrzését szolgálja, hangsúlyozta a miniszterelnök. S Mihály egyben hozzátette, Ukrajna évvégéig 1,5 millió drónt fog legyártani. Nem csak drónokat gyártunk, hanem az állományt is kiképezzük azok kezelésére. A kormány a mai napon kísérleti projektet indít a kiképző iskolák engedélyeztetéséről. Egyértelmű követelményeket támasztunk ezekkel az iskolákkal szemben, és egységesítjük az oktatási folyamatot, tette hozzá. A Védelmi Minisztérium a beszerzési rendszer reformját helyezi kilátásba, közölte Rustem Umjerov védelmi miniszter Facebook bejegyzésében. Elmondása szerint a Spec Techno Export a hírszerzési főigazgatóságtól a Honvédelmi Minisztériumhoz kerül át. Azt a feladatot tűztem ki, hogy a rendészeti és korrupció ellenes szervekkel szoros együttműködésben befejezzem a közbeszerzési rendszer megtisztításának folyamatát, jegyezte meg Umjerov. Hozzátette, a Védelmi Beszerzési Ügynökség és az Állami Hátországi Üzemeltető reformja is folyamatban van, és ezzel közelebb kerülnek a NATO normáihoz. A közeljövőben mindkét struktúrában felügyelőbizottságot hoznak létre. Az előterjesztést még ezen a héten benyújtják a kormánynak. Az NRH Atom a tervezetnél 12 nappal korábban fejezte be az egyik ukrán atomerőmű blokkjának felújítását. Ez 1000 megawattal növeli az energiarendszer kapacitását, számolt be az NRH Atom sajtószolgálata. Október 1-én a tervezett karbantartást követően az NRH Atom szakemberei sikeresen csatlakoztatták az egyik atomerőmű tápegységét az elektromos hálózathoz. A kapacitás növelése folyamatban van. A nukleáris mérnökök magas színvonalú munkájának köszönhetően a blokkot 12 nappal a tervezett időpont előtt vonták ki a karbantartásból, áll a közleményben. A társaság megjegyezte, a blokk teljes kapacitásának elérése után 1000 megawattal erősítik meg Ukrajna energiarendszerét. A karbantartási kampány hamarosan véget ér, és a fűtési szezon kezdetére az Ukrajna ellenőrzése alatt álló területen található mind a 9 energiablokk készen áll a munkára a legnehezebb hónapokban, fogalmazott Petro Kotyin, az NRH Atom vezetője. Hozzátette, a cég szakemberei minőségi munkát végeznek, határidő előtt fejezik be a munkálatokat. Oroszország megtámadta a zaporizsjai atomerőmű alállomását, és ezzel áramtalanította az állomást tápláló felső vezetéket, balesetveszélyes helyzetet okozva ezzel, számolt be az Energiaügyi Minisztérium sajtószolgálata. Az alállomás elleni orosz támadás következtében a megszállók felügyelete alatt lévő zaporizsjai atomerőmű egyik vezetéke leszakadt. Az állomás ismét a teljes áramszünet szélén áll a jelentésben. Herman Haluschenko energiaügyi miniszter kijelentette, hogy az orosz terrorcselekmény akciója során balesetveszélyes helyzet alakult ki a megszállt zaporizsjai atomerőműben. A mérnökök azon dolgoznak, hogy felszámolják az ellenség támadásának következményeit annak érdekében, hogy a megszállt atomerőmű teljes áramellátását mielőbb helyreállítsák, jegyezte meg a tárca.
A legfelső tanács nyilvántartásba vette azt a törvénytervezetet, amely kötelezi a diákokat és a tanárokat, hogy az iskola egész területén ukránul beszéljenek, nem csak az órákon, jelentette be kedden a törvénytervezetet kezdeményező Natalia Pipa, parlamenti képviselő és pedagógus. A hírt az Ukrajinska Pravda hírportál közölte hozzátéve, hogy a törvénytervezet már megjelent a legfelső tanács honlapján is. A benyújtott dokumentum bevezeti az ukrán nyelvű környezet fogalmat az oktatási törvényben, és kötelezi az oktatási intézmények alapítóit, vezetőit és alkalmazottait az ukrán nyelvű környezet kialakítására és fenntartására. Nagyon fontos, hogy az ukrán nyelv használata ne érjen véget a 45 perces óra leteltével. Senki nem fogja megbüntetni a gyereket vagy szidni őket, ez a probléma rossz megközelítése. De meg kell szabadulnunk ettől a feltételes szabálytól a pedagógusok, a diákok és a szülők fejében. Kicsengettek, bármilyen nyelven beszélhetünk, ami valamiért az orosz, mutatott rá a parlamenti képviselő. Egy a 2023-24-ben végzett vizsgálat eredményei szerint a tanulók mindössze 41%-a kommunikál egymással, kizárólag ukrán nyelven az órákon és a szünetekben. A törvény kezdeményezője kifejtette, hogy elsősorban az ukrán ajkú gyerekekre nehezedő nyomás, a nyelvi konfliktusok és a zaklatás miatt van szükség változtatásokra. Azok a gyerekek, akik nem tudnak jól ukránul az első osztályban, már nehézségekkel küzdenek az iskolában, lemaradnak az olvasásban, rosszabbul tanulják meg a tananyagot. Később rosszabbak lesznek a teszteredmények, az ENO, rosszabbak a felvételi és jövőbeli munkavállalási lehetőségeik. Természetes probléma az, hogy egyes családokban a szülők és a gyerekek oroszul beszélnek. Arra biztatom az ilyen szülőket, hogy ukránul kommunikáljanak gyermekeikkel, hangsúlyozta a parlamenti képviselő. A Magyar Olvasótársaság kezdeményezésére 2005-ben szeptember 30-át a Magyar Népmese napjának nyilvánították. A Benedek Elek, a magyar meseirodalom egyik alapítója születésnapjára eső jeles nap célja, a népmesék értékeinek megőrzése és a legfiatalabb nemzedékek tagjainak való átadása. Idén második alkalommal szerveztek színes programot a Magyar Népmese napja alkalmából a Munkácsy Mihály Magyar Házban. A rendezvény a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátalja kezdeményezésére, valamint a Kárpátalja kulturális örökségének és népi hagyományainak megőrzéséért szervezett támogatásával valósult meg. Idén már második alkalommal csináljuk a Népmese napját a Munkácsy Mihály Magyar Házzal közös szervezésben. Tavaly is nagyon jól sikerült, több helyszínről voltak gyerekek, és úgy gondoltuk, hogy mivel olyan jól sikerült, ezt az idén szeretnénk megismételni. Különböző színes programokkal készültünk a gyerekeknek, mint a tavaly. A Magyar Színház, a Beregszázi Magyar Színházból jött egy mese előadás Gál Natália szereplésével. Kézműves foglalkozást tartunk, ahol a gyerekek kistáskát tudnak szőni, nemezből babát készíteni, kötélverőből, és mindent igyekeztünk úgy készíteni, hogy a népmese napjához vagy a meséhez valamilyen szinten ez csatlakozzon, és az egésznek az zárásaként a Csipkés zenekar érkezik ide Mugváról és Téglásról, hogy a gyerekeket táncházzal, énektanítással, gyermekjátékokkal szórakoztassák tovább. A kiskondásról szóló interaktív mesejátékot Gál Natália, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színművésze adta elő. A produkció során a gyerekek megtanulhatták, milyen fontos a bátorság, a segítségnyújtás fogalma. Ha gyerekek mesét hallgatnak, számos készségük és képességük fejlődik, véli a művésznő. Nagyon fontosnak tartom, és mindig újra és újra elindítok egy-egy olyan programot, vagy természetesen a színházon belül indítunk olyan programokat, amelyek az óvodáskorú gyerekeknek szólnak, amelyek arra tanítják, hanem arra nevelik őket, vagy azt mutatják meg számukra, hogy mennyire csodás dolog a mesélés. Mesének az elmesélése, elmondása, a kitalálása, illetve a mese hallgatás. Mert ezzel azon túl, hogy bővül a szókincsünk, azon túl, hogy varázslatot teremtünk, és varázslatos világba tudunk csöppenni, minden mellett
ugye rengeteg kompetenciát is fejleszt, tehát már ugye ez szakmai dolog. És én azért szeretem még nagyon a mesélést, én azért nagyon szeretek mesélni a gyerekeknek, mert és természetesen minden mese előadás, minden alkalom más, mert mindig az szerint zajlik a dolog, ahogyan ugye kapja az ember az impulzusokat, meg a reakciókat a gyerekektől, így aztán mindig formálódik. Számomra azért csodás dolog még, mert rengeteg pozitív visszajelzést kap az ember, amikor gyerekekkel dolgozik, vagy gyerekeknek mesél, és nagyon nagy ajándék az, amikor látom az érdeklődő, értő tekinteteket, amikor látom, hogy mennek a főhőssel, és izgulnak a dolgokon, hogy vajon mi fog történni, amikor próbálnak segíteni a főhősnek, amikor egy-egy dalocskát egyetlen meseelőadás alatt a végére már annyiszor hallják, hogy a végén ők is fújják. Az e fajta rendezvényeknek megtartó erejük van, és külön érték, hogy a mai modern, digitális korban a gyerekek figyelmét leköti a mese, fogalmazott Pfeiffer Anita, a Munkácsy Mihály Magyar Ház kulturális menedzsere. Érezzük mi is sajnos, hogy egyre kevesebben vagyunk, és nagyon megtartóak ezek a programok, amikor így egymást erősítve, bátorítva, egy ilyen jó légkörben, környezetben lehetünk, és olyan jó megélni ezeket a közös, akár gyerekkori emlékeket nekünk felnőttként a mesét hallgatva, vagy látva, vagy így visszaemlékezve kedvenc népesékre, gyerekmesénkre, és az is külön érték öröm számomra is, hogy a gyerekek is, gyerekeknek is tetszik a digitális világ mellett és a mindenség mellett, amit látnak így minden nap, így le tudja őket kötni azt, amit a színpadon látnak, akár a bábos kis játék vagy színház, tehát hogy még mindig érdekli ez a gyerekeket és megfogja őket. A rendezvény a Csipkés Zenekar vidám hangulatú táncházával zárult.